fényár. 520 millió forintból 7 hónap alatt 3880 lámpatestet cserélnek ki Budaörs utcáin. Szeretjük, megfestjük, vár a BFE. Ezzel a felhívással kampányolt a Budaörs Fejlődésért Egyesület. Budaörs zöld tüdeje. 1300 telek tulajdonos várja a Frankhegyen, hogy építési engedélyt kapjon. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Megújul a közvilágítás. Jó estét kívánok! A város mind a 3880 lámpatestét lecserélik úgynevezett LED-es fényforrásra. Ettől 60%-os energia megtakarítás várható. A kivitelező cég a lámpatestek cseréjén túl vállalta azok üzemeltetését is. Mivel uniós forrást nem sikerült szerezni a beruházásra, ezért az 520 millió forintos fejlesztést a megtakarítás árából fizeti a város. Jelenleg Budaörsön közvilágításra 6-7 különböző típusú lámpatestet használnak. Egy a közös bennük, hogy viszonylag sokat fogyasztanak. Ezt a problémát szeretné orvosolni a település vezetése azzal, hogy egy átfogó projekt keretében a település 3880 lámpáját energiatakarékos és modern LED-es lámpára cseréli ki. A projekt kidolgozását és lebonyolítását 2 évvel ezelőtt kezdte el a Városfejlesztő Kft. Szakaparátusa. A munka úgy tűnik végre a finisébe ért. Meglehetősen szerteágazó, alakú, formájú és vad számú világító testet kellett. Az első lépés az az volt, hogy lényegében összegyűjtöttük, ahogy említettem, az összes olyan lehetséges LED-es gyártót, itt a Philips, Schneider, Samsung, Hofeka, ezeket összeszedtük, ez alapján megnéztük, hogy egyáltalán ma ez az egész LED hol áll. Tehát azt lehet egyébként látni, hogy még ezelőtt, amikor ezt az egész projektet elkezdtük, azt mondtuk, hogy nagyjából a város elérhet egy ilyen 35-40%-os megtakarítást. Ez az egész LED annyira fejlődik, hogy lényegében most, amikor ez zárul, erre van egy ajánlatunk, amelyik végül is annak a felhívásnak, amit mi ugye megfogalmaztunk, megfelel, most már 60%-os megtakarítást érhetünk el. A projekt kivitelezésére végül az Enerin Energia Innováció ZRT kapott megbízást. A közvilágítás korszerűsítésnél most Budaörs esetében a lámpatesteknek a cseréjéről beszélünk. Tehát vannak az oszlopok, amik az áramszolgáltató tulajdonában vannak, azok maradnak. Itt szigorúan a lámpatestek cseréje és az ahhoz tartozó bekötővezetéknek a cseréje valósul meg. Erre kaptunk 7 hónap megvalósítási időt, és a pályázatban feltüntetett 3880 darab lámpa korszerűsítése cseréje fog megtörténni. Ezekkel a lámpatest cserékkel elérjük azt, hogy megvilágítási szint az minimálisan megmarad a jelenleginél, de ennél csak több lehet, ugyanis a másik feltételre is figyelnünk kell, hogy az adott útszakasznak a megvilágítási szintje az elérje a szabványos követelményeket. Tehát ezeket egységesen kellett figyelembe venni, amikor az ajánlatunkat elkészítettük. A másik lépés az az volt, hogy a főmterv ZRT-t megbíztuk azzal, hogy a város összes világító testét oszlopra lebontva a helyszínen ellenőrizze, helyét, állapotát, tehát műszaki állapotára gondolok, az, hogy a hálózathoz hogyan, milyen módon illeszkedik, nem illeszkedik, hol vannak problémák, hol van dőlés, nem tudom, egyebek, tehát bármilyen, minden szempontból, és ennek alapján elkészült a város 3800 lámpájának az utca szintű felmérése. Ez itt látszik, hogy mutassam meg, hogy egy-egy oldal így néz ki, az összes lámpa rajta van. Az, hogy hány wattos, hány méter magas, hol van, valóban ott van-e, mert ugye rengeteg olyasmi elő is fordulhat, hogy egyébként azt mondjuk, hogy ebben az utcában van 6 lámpa, és akkor, amikor a helyszínen ellenőriztük, akkor az csak 5 volt. Most egy-egy ilyen példát mondok, és ez elkészült, ez a felmérés. Amikor ez elkészült, ennek volt ugye egy ilyen rajzos anyaga, plusz voltak hozzá mindegyikről egy-egy nagyméretű lap, tervlap. Hát ez itt látszik nagyban is, hogy itt mindegyik világító teste, típus, minden felsorolva. Ennek egy szöveges része is
született ennek az anyagnak, egy ilyen táblázat formájában, ahol lényegében az összes lámpa fel van sorolva, jelenleg azt, hogy hány wattos égő van benne, állapota, és azt, hogy ide hány wattos leddet érdemes, mi az, amit ide a szabályok, illetve az ugye engedély, ugye egy-egy út szakasznak adott megvilágítási értéket el kell érnie, és azt ugye ebben ismertettük, hogy ide már pedig ilyen megvilágítási értékű égőt lehet csak majd alkalmazni. Miután a részletes tervek elkészültek, megpróbáltak a projekt kivitelezéséhez uniós forrásokat szerezni. Azonban hamar kiderült, hogy a város számára kedvező konstrukció ilyen típusú feladatra jelen pillanatban nincs. Így más megoldást kellett találniuk a nettó 520 millió forintos munka megvalósítására. Ekkor született az a döntés, hogy próbáljuk meg akkor ezt egy ilyen ESCO, tehát az elért energia megtakarításon alapuló módon finanszírozni, és erre írtunk ki az önkormányzattal együtt egy pályázatot, nyílt pályázatot. Ez lényegében az elmúlt ősszel, tehát pontosan egy éve állunk itt, amikor előttük ezt a pályázatot, tehát elmúlt év ilyen szeptemberében állt össze az anyag ennek az alapján, és lényegében most augusztusban zárult. A nyertes cég lényegében azt vállalta, hogy a projektben szereplő ledes lámpákat kiépít és üzemelteti a szerződésben meghatározott 12 éves futamidő alatt. A munkáért járó honoráriumot pedig egy banki előfinanszírozás segítségével a megtakarított energia árából biztosítja majd. A most világító lámpatestek ezek jellemzően a hagyományos, kompakt, nátrium fényforrással rendelkező lámpatestek. A kompaktok szerintem 8-10 éves futamidővel rendelkeznek, a nátrium lámpatestek átlagosan 8-15, sok esetben még a 20 évet is meghaladó élettartamúak. Én azt gondolom, hogyha ezek ki vannak cserélve, váltva most korszerű ledes lámpatestekkel, akkor egyrészt nagyon mérvadó egy 60%-os megtakarítás. Én úgy gondolom, hogy ez már magáért beszél. Kettő, egy 8-25 éves lámpatesteknek a kihordási ideje is már úgy gondolom, hogy a vége felé közeledik, annak is jelentős anyagi ráfordítással tudott volna szinten maradni, tehát a megfelelő megvilágítási színvonalat biztosítani. A tényleges kivitelezési munkák novemberben indulhatnak majd el. A szerződés értelmében a város közvilágításának 2015 áprilisáig kell teljesen megújulnia majd. Sokszínű város szeretne a Budaörs fejlődéséért egyesület. Ezt jelképezi az a tabló is, amit közösen a helyiekkel festett meg a szervezet polgármesterjelöltje és képviselőjelöltjei. A közösségi alkotás valamely intézmény falán díszíti majd, hogy melyikét, az egy pályázaton dől el. Valahol ez itt előre meg van rajzolva rajta, ha megnézitek, de ott van rajta, a szöveg is rajta van, és ezeket a szép nagy karikákat is, mint egy utat kijelöljük. És akkor arra kellene majd házat, meg mindenfélét rajzolni, és a karikába is lehet mindenféle dolgokat rajzolni, meg festeni pontosabban. Úgyhogy hát körülbelül ez az én művészi instrukcióm ehhez a dologhoz. Szeretünk, megfestünk, Budaörs. Ezzel a szlogennel hívta jelöltjeit és szimpatizánsait a Budaörs Fejlődéséért Egyesület a templom téren rendezett legutóbbi kampányeseményére. A vászon az ecset és a festék adott volt, így nem kellett más, csak kellő ihlet és kreativitás. Politikai vonatkozása azért nagyon sok nem lesz. Talán inkább valóban ez egy szimbolikus történet. Itt az összes képviselőjelöltünk, és mindenki, akiket meghívtunk és eljött, valamennyit hozzátesz ehhez. Egy várost is valahogy így kell egyébként felépíteni. Akik itt élnek, azoknak vannak elképzelései, ötletei. Aztán valaki egy kicsit elmondja, irányítja, hogy hogyan lehet ezt egy egységes képé alakítani, és aztán a sok kis részletből lesz egy egységes alkotás. Mi azt gondoltuk, hogy hát egyfelől, ha most én kiárok és elkezdem hosszasan mondani, hogy mit gondolunk a városról, az furcsa lenne, hiszen az elmúlt 24 év, remélem, hogy önmagáért beszél. Sokkal fontosabb az, hogy egy kicsit együtt legyünk itt, találkozzunk az emberekkel, beszélgessünk nyilván a város érintő dolgokról is, de egy ilyen könnyed módon együtt mutassuk meg azt, hogy ez egy csapat, akik nem csak egy képzőművészeti alkotást tudnak közösen csinálni, hanem talán majd, hogyha úgy alakul, akkor a város vezetésében is tudnak együtt
együtt dolgozni. A munkából most is mindenki kivette a részét. Két színnál. Na, és ezt kifessük a gondolat. Gondolkoztam, hogy kitalálok valami frappánsat, de az igazságot mondom, ez teljesen véletlenszerű. Kisfalvi Péter barátom ezt itt megfestette, ez egy szép virág lesz, és majd valaki sárgával a közepét kifogja. Aha. Mennyire fontos az együttműködés? Az a legfontosabb. Ez egy csapat, és ugye már Minari Kede is megmondta annak idején, hogy kell egy csapat. Na most ez egy nagyon jó csapat. Örülök, hogy a tagja lehetek. Itt találtam meg a barátaimat, itt tudunk közösen gondolkodni, és úgy érzem, hogy csapattal tudunk hasznára lenni a városnak. Ez egy olyan jó csapat, hogy itt rendkívül kreatív emberekből áll össze. Tehát így a magánéletben is nagyon jó ötletek vannak, és ezeket próbáljuk ide felvázolni, hogy ezek az érzések hogyan kapcsolódnak össze Budaörssel. A csapat egyetlen női tagja a feladatait a többiekhez hasonlóan fogalmazta meg. Ezért a csodálatos városért dolgozni, mert fenntartani azt a fantasztikus fejlődést, amit az elmúlt 20 évben sikerült itt megvalósítani. Ennek érdekében cselekedni, oda menni a polgárokhoz, folyamatosan beszélni velük, nem a fejük fölött, hanem velük együtt dönteni. Van feladat, de nem érzem tehernek. És a feladatokat napestig tudnám sorolni. Azt hiszem, hogy egy nagyon erős csapattal futunk neki a választásnak. Számomra külön öröm, hogy nagyon színes ez a csapat. Nagyon sok helyről jöttünk, nagyon sokféle nézetet vallunk a politikában. Egy dolog viszont biztos, hogy Budaörs számunkra a legfontosabb. Azt hiszem, hogy ez a közösségi műalkotás, amit itt igyekszünk összehozni, ez is nagyon jól szimbolizálja, hogy hogyan tud sokféle ember sok ügyben együttműködni annak érdekében, hogy valami közös öröm jön ki a végén. Gazdasági kérdésekben nehéz dönteni, de festeni sokkal nehezebb. Ha amennyiben ez festésnek nevezheti, amit én most itt művelek, de megpróbálom. Most ez egy gomba szeretne lenni, de hát nem biztos, hogy ezt mindenki fel fogja ismerni, de azért elmondom, hogy ez egy gomba. Komolyra fordítva a szót, mit jelent a csapat, és hát mit szeretne az Egyesület elérni? Hát mindenképpen azt szeretnénk, hogy ez a város ugyanúgy, ahogy eddig töretlenül fejlődjön tovább, egy élhető és olyan jókedvű város legyen, mint amely jókedvű most itt a csapat. Hát eddig úgy látom, hogy mindenki saját magától és az ihlettől vezérelve csinálta, amit csinált. Gyönyörű, szép alkotmányok vannak itt, ahogy nézem. Egyik szebb, mint a másik, mi lesz a vége, azt még nem tudjuk, de biztos, hogy nagyon szép lesz. Úgyhogy egyelőre olvasként még nem kellett részt venni itt az akcióban. Bár látom, hogy a kolléga már itt kesztyűt húzott, úgyhogy lehet, hogy valamire készül. Az a lendület, amit egyes plakátokon látok, hogy most ezt a lendületet, ezt most nagyon, de nagyon el kellene indítani. Ez a lendület megvolt az elmúlt 4 évben, és ezt kell tovább vinni a budaörsi polgárokért. A riválisaink plakátjain mindenhol ilyen kizárólagos megfogalmazásokat láthatunk, hogy csak meg pártokról beszélnek, mi meg Budaörsről beszélünk. Mi csak Budaörsről beszélünk, és a mi csapatunk, és valóban ez nagyon fontos, egy nagyon sokszínű társaság, itt mindenféle nézetű ember a jelöltek között megtalálható, magasan kvalifikált, a közéletben ismert emberek, orvosok, közgazdászok, tanárok, jogászok, akik mind-mind egy célért szeretnének a jövőben dolgozni, ez pedig Budaörs maga, és én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy a képviselő testületben olyan emberek hozzák meg a döntéseket, és nézik különböző szemüvegen keresztül a javaslatokat és a lehetőségeket, akik azért egy dologban mindenképpen egyetértenek. A demokrácia felfogásuk azonos, és a településről is, a település fejlődéséről, jelenéről és jövőjéről is, természetesen a múltjáról is hasonlóan gondolkodnak. A Frankhelyről lesz szó a következő percekben. Hardi Géza a vendégem. Jó estét kívánok! Ön készsebész, a Budaörsi Egészségügyi Szolgálat munkatársa, és egyébként pedig a Frankhegyen lakik, a Frankhegyi Részönkormányzat tagja és a Frankhegyi Víziközmű Társulat elnöke. Megtudtam, hogy több mint 30 éve él a Frankhegyen. 30 éve vár arra, hogy víz legyen, tehát 30 éve kell vödörben és különböző dolgokban vinni a vizet? Hát inkább csak amikor végérvényesen kiköltöztünk a 90-es években, azóta reménykedtünk abba, hogy vezetékes ivóvízzel fogunk rendelkezni, hiszen mi a területet nem abból a célból vettük, hogy itt kint fogunk élni,
bár itt nem titkolt szándékunk volt az, hogyha végül is lehetőség van, hogy itt letelepedjünk, akkor végigényesen elhagyjuk a pesti lakótelepi kis lakást, és a Frankegyen fogjuk az életünket leélni. Ez a 90-es évek elején megvalósíthatónak látszott, akkor építésengedélyt kértünk, kaptunk, 80 négyzetméteres épületre kaphattunk építési lehetőséget, ezt meg is valósítottuk, és amikor végényesen kiköltöztünk 97-ben, attól kezdve várjuk azt, hogy itt vezetékes ivóvízhálózat legyen. Ehhez azt tenném hozzá, hogy az amiatt volt lehetőség, hogy mi kiköltözzünk, és az adta reményt, hogy a 90-es évek közepén egy vízközmű társulat jött létre a hegyen, és a szervezői azzal kecsegtették a ingatlan tulajdonosokat, hogy rövid időn belül önerőből a vezetékes ivóvízhálózat megvalósítható lesz. Hát azóta már 15 év is eltelt, és nem azóta sikerült. 20 év telt el lassan. Lenne. És akkor praktikusan ez azt jelenti, hogy vödrökkel, kannákkal járnak haza? Mindig aki jön haza, az hoz egy vödröt? Hát tekintettel, hogy egy olyan illúzió előtt álltunk, hogy mire kiköltözünk, addigra vezetékes hálózat lesz. Az előkertet úgy alakítottuk ki, hogy ott sajnos olyan ciszterna rendszer nem bővíthető, ahonnan az esővíz megfogásával, tisztításával a lakóépületbe visszanyomható legyen. Ezért sokat magammal, illetve én is azok között vagyok, aki sajnos igen, amikor elmegyek, akkor az üres kiürült kannákat beteszem a kocsiba, és én vízhordó szamárnak nevezett személykocsimmal hazafelé az utolsó csapnál, ami 300 méterre van a lakóépülettől, megállok, megtöltöm a kannát és viszem. Akik idézőjelben mondom szerencsésebbek, mert másképp gondolkodtak, azok olyan ciszternát tudtak építeni, amit lajtos kocsival megtöltenek, és ebből biztosítják az épület felé a vizet. Nem kevesen viszont az előbbi módon visszük fel a vizet. Érdekes mindez 2014-ben, és ugye, hogy önök építési engedélyt kaptak. Most azt halljuk, az elmúlt nagyjából fél évben a képviselőtestület többsége is tárgyalt a rendezési tervről, szabályozási tervnek hívják most már, és ott arról folyt a vita, hogy ki lehessen-e úgy adni építési engedélyt, hogy nincs ott az összközmű. És erről sokat vitatkoztak, hogy az összközmű megléte az csak az építési engedélyhez kelljen, vagy a használatba vételi engedélyhez. Ön szerint melyik a jobb? Főépítész irodával nézetkülönbségben vagyunk, vagy vagyok. Tudni, hogy 2001-ben elfogadott 44-es önkormányzati rendelet még teljes közműhöz kötötte az építésengedély kiadását, ez 2001-es rendelet. Időközben a 2008-as évek környékén a törvény megváltozott. Mint kiderült, 2013-ban a Pest megyei kormányhivatal egy törvényességi felhívással fordult a testület elé, mert a jogszabályok megváltozása következtében építési engedély nem köthető a teljes közműhöz, csak használatbevételi engedélyhez. Mi azt kértük akkor, hogy a polgármester úr által beadott előterjesztés tárgyi részét, tartalmi részét mi elfogadtuk, mind a vízközmű társulat, mind a részönkormányzat. Nem értettünk egyet abban, hogy mi az a határidő, amire ezt létre kell hozni, illetve az előterjesztésnek lényeg az volt, hogy azokat a törvénytelen paragrafusokat a rendeletből kivesztette a polgármester úr, ezzel a törvényességi felhívásnak eleget tett volna a testület, de a határidő 2014. december 31 volt, holott a megjelölt időpont a kormányhivatal részéről 30 napban határozta meg a változtatást. Mi azt kértük, hogy a tartalmi rész elfogadása mellett 30 napon belül, ha ez végrehajtható, akkor elfogadjuk is a rendelet, illetve a törvényesi felhívásnak a testület eleget tett volna. De az miért jó, hogyha csak a használatba vételi engedéllyel együtt készül el a csatorna? Tehát csak akkor kaphat egy ház használatba vételi engedélyt, ha ott van a víz, a gáz, a csatorna. Ilyen módon, ha látjuk, hogy az elmúlt 25-30 év alatt nem épült meg, akkor nem valószínű, hogy egy-két év alatt megépül. Ad abszurdum, elképzelhető, hogy felépül egy ház, nincs víz, gáz és csatorna, nem kapja meg a használatba vételi engedélyt, ezért aztán jól le kell majd bontani. Nem ilyen egyszerű ez, és sokkal egyszerűbb, mint aminek tűnik. Nem. A különböző építési törvények egyértelműen kimondják, hogy milyen feltételek mellett adható ki építési engedély. Magyarul a mostani törvénykezés szerint építési engedély kiadható, ha a várható időn belül azon a területen a közmű megvalósulható. Második lehetőség vagy feltétel, hogyha megfelelően megközelíthető, tehát előtte az utak, idézőben mondom, rendezettek, tehát járható, közútról megközelíthető az ingatlan. A
ha ezeket a feltételeket a tervező ő vállalja, még akkor sem adható képítési engedély, mert aki az engedélyt kiadja, annak a hatóságnak egy helybéli bejárást köteles megtenni. A törvény ezzel egyértelműen rendelkezik. A probléma itt van, hogy sajnálatos módon most is egy elutasított építési engedéllyel állunk szemben fent a Frankhegyen, de az illető elmondja, aki az elutasítást kapta, hogy senki az építési hatóságtól, jelen esetben most Budakesziről van szó, nem ment ki, nem véleményezte azt, hogy valóban itt azok a feltételek, amit a tervező a tervekben megfogalmazott, azok valóban megvalósíthatók és reálisak-e. Ha irreális, jogos az elutasítás az építési engedélynek. Ha reális, akkor az engedély megadható, mert egy-két éven belül azon a területen közmű megvalósítható. És reális, tehát a Frankhegy nagy részén lesz egy-két éven belül víz és csatorna? Nem. Vannak olyan területek, pillanatban mi úgy kértük, hogy van egy peremterület, hogy ahogy haladunk felfelé a hegy felé, az alsó része lakóövezethez csatlakozik, Merengút és környékén szintén megvan a vezetékes víz, amihez a csatorna hálózat is kialakítható lenne, ha nem volnánk például olyan viszás helyzetben, hogy 2014-ben a jelenlegi Cserebogár utca felső szakasza vízmosásképpen szerepel a földhivatali bejegyzésnél. Ez egy abszurdum. 94-96-ban úgy kaphatott az akkori víziközmű társulat lehetőséget az önkormányzat tudtával természetesen, hisz, hogy az önkormányzat nem ad területfoglalási engedélyt, akkor a víz mai napig nem épül ott meg. Kiadta az engedélyt vízmosásba. Hogy történhet ez meg? Tehát ilyen abszurd dolgok sajnos még 2014-ben is vannak. Tehát ezen a részen azért mondtam ezt, mert ott a csatorna hálózat megépíthető lenne, hisz van fogadó szem a Cserebogár utca derekán. Ahhoz csatlakozhatna az egész Merengi utca ellátott területe. Ugyanígy lent a Zengi utca, Fátyú utca környékén, 2-300 méterre vagyunk a vezetékes víztől. Évek óta hadakozunk azért, hogy a víz gerincvezetéket tovább vigyük. Erre most a reális lehetőség megvan, amit ért ezt elmondtam. Mering utca környékén igenis az építési engedély kiadható lenne, mert reális az a lehetőség, hogy bizonyos időn belül meglegyen a teljes közmű. Ugyanúgy a másik részen, a Kajszi utcában például egy elutasítás előtti tulajdonosunk van, az engedélyt nem kapta meg, hogy építkezzen, 200 méterre van a víztől, szolgálmi joggal van is vize, csatorna hálózat 200 méteren belül van, van reális a lehetőség, hogy mire az épület elkészül, addigra a közmű meg lesz. Így gondolkodunk, és nem abban, hogy bárhol a Frankhegyen kap valaki építési engedélyt, hogy a használatvételi engedélyi közmű legyen. Ez emögött, egy csúsztatás. Emögött az lehet, hogy azt mondja a város, hogy nem biztos, hogy célszerű, hogyha több száz házzal és több ezer fővel nő Budaörs lakossága? Vagy az van a háttérben, hogy akkor erre költeni kéne, hiszen az egy dolog, hogy bekötik a csatornát és a vizet, azt el is kell látni, tehát mondjuk valahol fogadni kell azt a szennyvizet, és lehet, hogy az a fogadó, az már nem bír ki még több száz háztartással többet. 2001-ben, amikor a társulat élére kerültem, akkor újjá kellett szervezni az egész víziközmű társulatot, és olyan nagy mértékű volt, hogy az eltűnt pénzek miatt a bizalmatlanság, hogy feloszlatás előtt volt a társulatunk. Igen, ez is érdekes, majd erről is kérdezem. Sikerült a bizalmukat a tulajdonosok megnyerni, és szépen mozaik szerint próbáltuk felépíteni újból a társulatot, ahogy a Fős Vízmek 94-es tanulmányterve alapján előttünk volt a lehetőség. Zónák szerint terveztük továbbra is a víziközmű társulatnak a munkálatait, és az első zóna az körülbelül a 280-300 méter magasságig történik, az indulás az 220 méterről van, tehát ezt a 60-80 méteres szintkülönbségnek megfelelő sávot igyekeztünk bevonni az első munkálatokba. Fantasztikus, ezt hogy egy késsebész ilyen műszakiak otthon van a dolgokban. Gondolom volt a ideje megtanulni. Kényszerűségből tudom ezeket a dolgokat, hisz bele kellett társnom magamat abba, hogy egyáltalán hogy tudok a családom részére és a környezetem részére közmet biztosítani. Miért mondom ezt? Mert ugye 94-ben az volt a válasz, hogy 20 évig itt fejlesztés nem lesz, ezért jött létre a társulat. Amikor 2001-ben a társulatot újjászerveztük, egy lakossági fórumot hívtunk össze, amelyre a polgármester urat és a képviselőtestületet meghívtuk, és 2001 márciusában polgármester úr azt a kijelentést tette, hogy továbbra is 20 éven belül nem valószínű, hogy így bármi fejlesztést a város tud a Frankhegy területén biztosítani, és tulajdonképpen az hangzott el, hogy a város megtelt
Az, hogy most itt a hegyen megint 3000 egy néhány ingatlannal rendelkezünk, szorozzuk a családokat 2-3 fővel, tehát ha ez a hegy benépesülne, ami valószínűsíthető nem 1-2 évnek a története, hanem valóban évtizedben számolhatunk így, akkor is egy 3-4000 ember plusz emberrel lehet, vagy lélekszámmal lehet számolni. Most kérdezem én, 2001-ben volt a budaörsi lakossága 22 000. 2014-ben 30 000-en vagyunk. 8000 emberrel megnőtt a lakosság. A Frankhegy ugyanabban a helyzetben van, mint volt 2001-ben vagy 94-ben. De ha Frankhegyen engedélyeznék, hogy itt tényleg bővüljön a lakosság, akkor nem csak évente egy óvodát kéne építeni, megbővíteni az iskolákat, hanem akkor itt teljesen új intézményrendszerre lenne szükség. Szabad visszakérdeznem. Ugye egyértelmű ismert fogalom az, hogy budaörsön az iskolákba és az óvodákba a gyerekeknek hány százaléka nem budaörsi? Most ezeket megtöltettük volna frankhegyi budaörsi gyerekekkel is, és nem az itt dolgozó szülőknek a gyermekei, mert kötelezettek vagyunk, hogy azokat befogadni, mind az iskolákban, mind az óvodákban. Miért nem helybéli gyerekekkel töltjük ezeket meg? Tehát én úgy vélem továbbra is, hogy itt csak az akarat hiányzik, és nem egyéb. Tehát azok a nézetek, hogy megnő a lélekszám, hogyha a frankhegy benépesül, ez egy nem valós állítás. Velem nem tud vitatkozni, de azért csak mondom, nem is kívánok. Törvény szerint ugye nem csak az itt élőknek, hanem az itt dolgozók gyermekeinek is elhelyezést kell biztosítani, tehát ez nem szabadon választható. Oké, mi lesz a Frankhegyjel? Lát esélyt arra, hogy azon kívül, hogy mondjuk így úgy amúgy néhány ingatlant bekötnek, néhány ingatlanon mindez megoldódik, de összességében mikor lesz itt? Lehet-e megoldás? Bízunk benne, hogy igen. Részben elindult egy munkálat 2012-ben a Kőhegyi medencén egy nyomásfokozó gépház épül. Egy furcsa visszásság ez is, amikor mi 2001-ben hozzákezdtünk az első zóna megvalósításához, illetve előmunkálataihoz. Mi a főleső vízművekhez fordultunk, hogy a Kőhegyen lévő 1300 köbméteres szabadon álló medence hálózatot használhassuk, vehessük igénybe, ne kelljen külön egy 200-500 köbméteres medencepárost megépíteni. A 94-es tanulmányterve hivatkozva a felső vízművek ezt elutasította. Mi ennek megfelelően egy 2x250 köbméteres medencének a teljes kiviteli terveit kényszerültünk elkészíteni 2005-ig. Ez azt jelenti, hogy innen lehet szivattyúzni a vizet? Nem. Ez a medence, hanem, vagy ez mire való a medence? Igen, hogy onnan az egy táplálója legyen, az alatta lévő részt ellátja, fölötte lévő medence párost pedig tölti. Ez erre kellett volna. Tehát legyen egy tartalék, ami pillanatnyilag Budaörsön nincs. Ez egy nonsens, és ezt már a polgármesterünk, ugye vízmérnök, budaörsi vízellátása úgy biztosított, hogy nincs semmi nemű tartalék. Ha az 500-as vezeték, ami a Dajka-tározóból jön Budapestről, bármi nemű károsodást szenved, akkor pillanatnyilag Budaörs egy nem jelentős részén a vízfogyasztás azonnal megszűnik, míg azt helyre nem állítják. Ezért kellenek a medencerendszerek, hogy ez egy tartalék legyen. Tehát nekünk ezt kellett volna megépíteni az Ivatar utca és a Fáty utca sarkán, ott kaptunk rá a lehetőséget. És a visszásság az, hogy érdekes módon 2012-ben, most már tudjuk, hogy milyen nyomás hatására, megint előjött az a lehetőség, hogy ne építsük mi meg az Engő Fáty utca sarkán, ahova mi már kifizettük a kiviteli tervünknek egy jelentős részét, ahova az önkormányzat 2006-ban egy ingatlant vásárolt, hogy biztosítsa a területet, ahol a medencéket felépíthetjük, 9 millió forintért, most az a terület gazdal telített és értelmetlenül van, illetve hát önkormányzati tulajdon maradt továbbra is, nem lesz ott medenceépítés, mert megint a Kőhegyen medence került előtérbe, amit mi kezdeményeztünk, csak nem volt már rá a lehetőség. Itt egy nyomásfokozó gépház építésére van lehetőség, és ez egy előre haladott állapotban, hogy ez valóban megvalósuljon, és innen a Víztorony utca, Kőhát utcán keresztül tudjuk ellátni. Tudna elindulni a gerincvezeték a Fáty utcán keresztül, és onnan szépen felfelé haladva utcáról utcára, hogy szerveződik a ingatlan tulajdonosok között a társulat, úgy volna ez megvalósítható. Ennek a költségét akkor önök állnak, igaz? Mi úgy szerveződtünk, hogy non-profit társulat vagyunk, önerős társulat. Mi a közművel kapcsolatos, ami elsődlegesen a vezetékes ivóvízhálózat volt, azt a tulajdonosok vállalták. Ez óriási összeg, hisz most már hozzájön a csatorna is, és most már az önkormányzat képviselőtestület egy olyan rendeletet fogadott el,
illetve határozatot fogadott el 2012-ben, a 111-es rendelet alapján, határozat alapján, hogy a költségek nagy részét a tulajdonosok állják. Ez nonsens. Elfogadható, nem fogadható el. Mi abban a hitben éltünk hosszú időn keresztül, miután beléptünk az Unióba, hogy a tervén készen vannak, ha engedélyes tervvel rendelkezünk, akkor miért nem pályáz a város az Unió felé, és uniós forrásból egy részéből megvalósítható lett volna. Folyamatosan kértük évről évre ezt a lehetőséget, folyamatosan elutasításban volt részünk. Óriási kérdőjel, hogy miért. Hát talán és most is ebben akarják, hogy fejlődjön a még. Hát most is ebben a hitben vagyunk, és abban a reményben vagyunk, mert ugye most már a víz, csatorna, a gáz, felszíncsapadék vízelvezetés és az úthálózat, bár most az utóbbi hetek vagy hónapok óta az úthálózat 50%-át a város állná, de még mindig ott van 50%, csak osszuk le ingatlan tulajdonosonként. Ez mennyit jelentene? Számokat szándékosan nem mondok, mert ez napról napra változik, de nem kevés összeget. És ugye lassan 20 év eltelt, a lakosok egy része kiöregedőben van, az új tulajdonosok vagy az örökösök, fiatalok csak akkor hajlandók, hogy a területet belakni, ha ide is tudnának költözni, ők nem fogják kannázni a vizet, nem fogják a szippantót hívni, hogy a szennyvízgödröt kiürítsék, ami sajnos nem mindenki tesz, meg jelenleg sem. Ha megvan a közmű, akkor kér építésengedélyt és építkezik ilyen értelemben. Sajnos kezd előregedni a terület. Én nem mondom azt, hogy végül is a város eléri a célját, mert a természet visszaveszi ezt a gyönyörű területet. Csak ne felejtsük el, ez a városnak egy gyöngyszeme lehetne. És nem csak a Frankenyben, hanem a hegyvidékben gondolkodunk. Végigjár az utóbbi egy-két esztendőben az egész hegyvidéki területet egyéb kötelezettségek miatt. Csodálatos egy terület, és nem kihasznál. Gyönyörű turisztikai terület lehetne, a városnak a tüdeje lehetne. Sajnálatos módon az önkormányzati ingatlanok jelentős részében a parlagfű derékig ér jelenleg is, most 2014. szeptemberében, nincs fő írtás. A kaszálógépek följönnek, de csak a Mária völgy egy részéig, följebb már nem. Nem csak a parlagfű pollenje okoz veszélyt, hanem egyéb gyomnövények, fűfélék. Egyébként ez belterület? Belterület 75-78 óta a kettő dátum azért, mert 75-ben egy általános rendelési terv készült, akkor belterületi övezetbe vonták, üdülő övezeti besorolásba. Kíváncsian várjuk a folytatást. Köszönöm szépen, hogy eljött. A Városi Magazin után azonnal kezdődik az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, amiben Bétóth László vendége ma Diener Tamás fotóművész lesz. De még előtte szokás szerint programajánló következik. Szüreti mulatságra invitálják az érdeklődőket a Csiki Pihenőkertbe szombaton 10-től 16 óráig. A programon bemutatkoznak Budaörs testvérvárosai, lesz táncház és hagyományos szüret. Aki szeretne szőlőt taposni, annak érdemes gumicsizmát vinnie. Szeretettel várnak mindenkit egy zenés-mesés beszélgetésre Koltai Róberttel szombaton 17 órára az Adler Kávéházba. Samuel Beckett az Utolsó tekercs című művét is megnézhetik este 7:30-tól a főposta régi épületében. Az 1958-ban írt darab egy Krapp nevű férfiról szól, aki születésnapja alkalmából minden évben szalagra mondja az elmúlt év fontosabb eseményeit, hogy megőrizze azokat azokra az időkre, amikor már nem lesz több hely az emlékezetében. A főszerepben Lukács Andor látható. Kuriózum, a Magyar Dráma Napja című előadásra várják az érdeklődőket az Adler Kávéházba vasárnap 15 órára. Aztán még ugyanazon a napon este 8 órától Hevér Gábort és Alföldi Róbertet is láthatják az Igenis Miniszterelnök Úrban a Budaörsi Latinovics Színház színpadán. A 80-as években készült klasszikussá vált tévésorozat alapján írt, 2010-ben bemutatott politikai komédia a hatalom kulisszái mögé enged betekintést. A világjárók előadássorozat vendége Rakoncai Gábor tart beszámolót az óceánt átszelő útjairól hétfőn 18 órától a Jókai Mór Művelődési Központban. A Parasztoperával várja a közönségét a Budaörsi Színház hétfőn 19 órakor. Az előadás zenéjének alapja az erdélyi magyar népdalok, a barokk és a rock bizarr, mégis homogéne legye.
Kihasználva az utolsó melegebb napokat, a templomtéren megrendezik a budaörsi vigasságokat. Szombaton 10-től este 9-ig várják a koncertek, előadások, kézműves bemutatók és különféle ingyenségek a kikapcsolódni vágyókat. Továbbra is várjuk észrevételeiket műsorainkkal, riportjainkkal kapcsolatban, vagy lakókörnyezetükről. Telefonszámunk 424-750, e-mail címünk szerkesztőség@bvtv.hu, persze ékezetek nélkül. Ha lemaradtak a mai vagy valamelyik korábbi főműsoridős adásunkról, honlapunkon a bvtv.hu oldalon visszanézhetik, meg hétvégén az ismétlésekben. Szombaton is és vasárnap is reggel 8 órakor, illetve délután 17 órakor kezdődik az ismétlés, és egymás után láthatják a hétfői, a keddi, a szerdai, a csütörtöki és a pénteki adásunkat. Én mára köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!